360 ezer forint egy mikrofonért. Tudom, én is sokkolódtam teljesen, de hidd el nekem, hogy ha megnézed a videót, a végére meg fogod érteni, hogy miért ér meg minden forintot a Sennheisernek az MKH 416-os, ami nagyon régóta az álmom volt, és ahogy megkaparintottam, egy különleges dolog történt. Teljesen az elvárásaimhoz felért, sőt, talán túl is szárnyalta a mindenkori kedvenc puska mikrofonom lett. Ez talán a legjobb közepe árérték arányban annak, ami egy szóló kreátornak kell. Ha a legjobb hangminőséget szeretnéd, és ezt hosszú távon egy beruházásba látod, akkor ez lesz az utolsó mikrofon, amit kell venned, ami amúgy a 70-es évek óta jelen van. Színházakban, filmekben, tévéstúdiókban használják, tehát nagyon sokféleképpen használható az MKH 416. Lehet az, hogy csak így beszélünk a videóba, vagy felmondunk hangokat, livestreamelünk, hogyha valahol forgatunk, és ott kell hang, és podcastelésre is. Igen, jól hallottad, nem kell, hogy feltétlen így az arcunkban legyen egy mikrofon, hogy tényleg broadcast minőséget kapj. Annyi mindent szeretnék elmondani, és ezzel a gyermeki mosollyal fogom mindezt átadni neked, úgyhogy kérlek, maradj a videó végéig, és nézd meg saját magad, hogy miért ez egy nagyon különleges puska mikrofon. El fogom mondani azt, hogy mit szeretek, mit nem szeretek, és hogy hogyan használom, milyen tippek, trükkök vannak erre a durva mikrofonra, ami tényleg egy brutális cucc. De előtte jöjjön az intro. Disclaimer, a Sennheiser elküldte nekem ezt a mikrofont, sőt lesz még egy vendégünk is, de semmi beleszólásuk nincsen abba, hogy mit mondok róla, hogy tesztelem, hogy készül ez a videó, bár meg kell, hogy köszönjem azt is nekik, hogy egy kis technikai edukációt is kaptam, de ők is most látják ezt a videót, amikor te. Mielőtt belevágunk, jöjjön egy kis töri óra. Eredetileg az 1970-es években fejlesztették ki ezt a mikrofont, amikor az úgynevezett rádiófrekvencia cirkulálás dizájnon dolgoztak és szerették volna megoldani. Éppen ezért egy kicsikét más lesz ez a videó, mert először is azzal szeretném kezdeni, hogy mi a pro és mi a con, mit szeretek, mit nem szeretek benne. Szóval mit szeretek a Sennheiser MKH 416-ban? Mindent, tényleg mindent. Jó, talán az árat nem, de az ára vissza fogunk térni a videó vége fele, mert van egy fordulat ebbe az egészbe. Ami nagyon-nagyon király, hogy az alap zajszintje nagyon alacsony, van benne egy ilyen brutál fókuszálás, és ami tényleg iparági standard. És ez az utolsó pedig nagyon fontos, akkor nem tudsz közel menni ahhoz, aki éppen beszél. Egyáltalán nem vagyok hangmérnök, de amit tanultam meg, tapasztaltam ezzel a mikrofonnal, hogy nagyon lapos ez a reakciója, amit hogyha egyszerűen el szeretnék mesélni, hogy például még EQ-t sem kell használni, legalábbis ezt mondják róla, ami nem 100%-ban igaz, de majdnem. Még egy valami, amit fontos megemlítenem, hogy nagyon szeretem a dizájnját, a kialakítását, nem csak elegáns és klasszikus, akár divatos is, de nagyon-nagyon király, cool az egész faktora, és konkrétan van egy olyan videó, amiben átmegy rajta egy tank, és utána is lehetett használni. Hát mit nem szeretek benne? Jó, az ár kivételével, amiről mindjárt fogunk beszélni. Ha nagyon-nagyon szeretnék szőrszálhasogató lenni, akkor azt mondom, hogy a nagyon mély és a nagyon magas frekvenciákban néha nem tökéletes. Mit értek ez alatt? Ugye azt mondják, hogy minden hang más, és hogyha például saját magad szeretnéd ezt sokat használni, egyszerűen teszteld le, mielőtt megveszed. És nézd meg különböző mikrofonokat, és próbáld ki, találd meg, hogy mi illik legjobban a te hangodhoz. Olvastam olyanokat, hogy akiknek nagyon mély hangja van, ott túl basszus, erős lesz ez a mikrofon, vagy akinek nagyon magas hangja van, ott sem az igazi, de egy DSR-rel ezt meg lehet oldani. Most beszéljünk arról, hogy mi van a dobozban.
Hát nem sok minden, és pont ez az egyszerűség jön át benne, hogy ott van nyilván a mikrofon, egy ilyen kis szivacs, amit rátehetsz, és az a tartó, amivel ugye rögzíteni is tudod. Az egész úgy néz ki, mint egy ilyen kis kincs, vagy James Bondnak a valamilyen kütyüje, tényleg. Na de térjünk át a praktikusabb oldalára a dolgoknak, hogy mikor és hogyan érdemes egy ilyen puskamikrofont használni, milyen trükkjeim vannak, amit beépítettem az én munkafolyamatokban. Egy kicsit pörgessük fel ezt a beszélgetést, és néhány ellentétes gondolatot is meg szeretnék osztani. Néhány ember azt mondja, hogy ez nem a legjobb mikrofon, hogyha hangról van szó, mások meg áldják, és azt mondják, hogy ez a top. Lesz egy audio összehasonlításunk, ahol különböző esetekben megmutatom, hogy mi milyen hangzású, bent pedig majd aztán kimegyünk, össze fogjuk hasonlítani, hogy hol milyen különböző mikrofonokkal, de azt szerintem vitathatatlan, hogy a hangminősége az nagyon-nagyon magas, tehát igazából a döntés arra jön le, hogy te, neked mi a munkafolyamatod. Szeretnél egyáltalán használni egy puska mikrofont, egy külső felvevőt, vagy egy audio interfész, vagy valami egyszerűbbre vágysz, mint például egy ilyen chipi mikrofonos rendszer, aminek nem kell Phantom Power, ugye ez a Phantom erő a 48 volt, és csak egyszerűen bedugod a kamerádba, és nem is kell összeszinkelni az audiót, ami mondjuk 2 másodperc, ez mindenkinek a saját döntése. Ahogy össze fogjuk hasonlítani, az az egyik a Shure SM7B, ami egy nagyon divatos dolog, mint podcast, mint YouTube szinten, de tényleg az egész attól függ, hogy meg szeretnéd-e, hogy itt az arcodban legyen egy mikrofon, vagy nem szeretnéd, és van egy nagyon exkluzív vendégünk, mert nem csak az MKH 416-ot fogom bemutatni, hanem ami itt belóg mikrofon, mellette ugyanúgy egy Sennheiser, az MKE 600 is itt van, amiről majd később jön egy videó, úgyhogy mindenféleképpen iratkozz fel, és a csengőt is nyomd be. Na de most térjünk át a hangtesztre. Kezdjük itt belül a stúdióba a Shure SM7B-vel és az MKE 600-zal összehasonlítva. Az a setup, amit használok, a Sennheiser MKH 416 az Audient Evo 8-hoz van csatlakoztatva, így veszem fel a MacBook Pro-mon, és az Audacity nevű appot használom. A Shure SM7B ugyanúgy az Audient Evo 8-hoz van csatlakoztatva, de közte van egy Cloud Lifter, és ugyanúgy a MacBook Pro-mon veszem fel az Audacity appban. És most a vendégünk a Sennheiser MKE 600. Kérlek, legyél velem őszinte, és írd le a kommentbe, hogy hallasz bármilyen különbséget? Ez egy 100 ezer forintos mikrofon, ugye az MKE 600, és most hallod a 360 ezer forintos MKH 416-ot. Tényleg, mondd meg, hogy mit gondolsz. Szerintem mondjuk mind a kettő nagyon-nagyon királyul hangzik, most pedig menjünk ki. Ez egy hangteszt a Sennheiser MKH 416-ba, és most pedig hallani a Rode Wireless Go és a Syncónak a mikrofonját. Ez a kültéri tesztje az MKH 416-osnak, amit amúgy egy Zoom H5N-nel veszek fel, és most hallható a Rode Wireless Go egy Syncó chiptetős mikrofonon keresztül. Mögöttünk mennek el a kocsik, úgyhogy ez egy ilyen összehasonlítás, szél is van, és nincs rajta a kis szélfogó. Amúgy említettem, hogy jön egy videóm, amiben az teljes Sennheiser MKE sorozatot be fogom mutatni, úgyhogy ha az érdekel, tudod, feliratkozás és csengő, nyom be, hogy ne maradj le. Jöjjenek a záró gondolatok, kezdjük a végével. Szerintem ez a pro szintű puska mikrofon a legjobb választás egy szóló kreátornak. Hadd magyarázzam el, hogyha bármelyik a következők közül igaz rád, hogy mondjuk sok ilyen talking head-es felvételed van bent, vagy pedig másokkal csinálsz interjút, vagy fel szeretnél venni hangokat, vlogolsz és nagyon jó hangminőséget szeretnél, és hajlandó vagy fizetni ezért a minőségért is, akkor szerintem az egyetlen mikrofon, amit megvehetsz, az az MKH 416. Sosem kell majd leváltanod, örökké ott maradhat, nagyon magas lesz a hangminőséged, és szerintem épp ezért egy nagyon jó hosszú távú befektetés. Ugyanakkor, hogyha a legegyszerűbb, leggyorsabb folyamatokat szeretnéd, és mondjuk egy wireless rendszert használsz, akkor lehet, hogy egy ilyen chipi mikrofonos dolog, ami a kamerába megy, az egy sokkal jobb választás számodra. Plusz, hogyha inkább a podcastelésre és hangfelmondásra
fókuszálsz, és nem zavar az, hogy sőt, tetszik is, hogy itt van előtted egy mikrofon, akkor a Shure SM7B, ez a legenda, az, amit én választanék a helyedben. Mindazonáltal akár mindegyiket megvásárolhatod, és játszhatsz velük, vagy bérelheted, sőt, nekem különböző rendszereim vannak, és ezért megvan az a választási szabadságom, hogy az adott esetekben melyiket használom. És egyáltalán nem egy ilyen overkill, hanem pont egy nagyon jó kombináció. Arról nem is beszélve, hogy mind a Shure SM7B, mind a Sennheiser MKH416 tartják az árukat, több tíz éve vannak jelen, tehát hogyha ebbe beruházol, és egyszer valaha úgy döntesz, hogy mondjuk eladnád, akkor ugyanúgy ott vagy kb. Áránál, nem is buksz rajta sokat. Mielőtt elköszönünk, szeretnék még néhány tippet adni így a végére, amiket én is használok. Ne felejtsd azt, hogy Phantom Power-re, tehát 48 voltra szükséged van a 416-ossal, tehát az XLR 3.5-ös jack kábel az nem fog működni. Kell mondjuk egy olyan, mint a Sony XLR K3M, vagy mondjuk egy audio interfész, hogyha nem a kamerához szeretnéd rögzíteni, és különböző kiegészítők. Egy úgynevezett boom arm, amivel tudod rögzíteni a mikrofont, ehhez ugye kell egy állvány, de úgy gondolom, hogy minden forintot megér ez a rendszer, és számomra tényleg nem kérdés. Persze, kereshetsz különböző alternatívákat, és ha többet töltesz a post editálással és a hangnak a rendbehozatalával, vagy akár mondjuk egy használtat veszel, hogyha mondjuk találsz valamit, akkor ugye úgy tudsz ott spórolni. Linkek a leírásba mindegyik termékhez. Nézd meg, ugye ez a like gomb alatt van, amit megköszönök, hogyha benyomsz, és kérlek mondd el, hogy mit gondolsz erről az egészről. Te használsz puska mikrofont, vagy milyen mikrofonokat használsz? Érdekelne, és tök jó lenne, hogyha folytatnánk a kommentben egy ilyen beszélgetést, kialakítanánk. Ha most találkoztunk először, és nem vagy feliratkozva, akkor hogyan is győzhetnélek meg? Hát jönnek ilyesmi videózáshoz, kreátor dolgokhoz kapcsolódó ilyen tech-es review-k, de inkább tippek, trükkökkel, mint ez a videó is, de elviszlek konkrétan magammal forgatásokra, ahol ilyen BTS vlog stílusban bemutatom, hogy hogy veszek fel, mi a setup, hogyan editálok. Úgyhogy, ha ezek a dolgok érdekelnek, akkor, és ha meggyőztelek nyilván, akkor nyomj a feliratkozás gombra a csengővel is, és remélem, hogy még találkozunk. Sziasztok!